Rendben lezajlott, ez az immár a negyedik aerobik bál. Hogy érezted magad, mint főszervező, mint szakosztályigazgató? Nagyon örülök, hogy negyedik alkalommal is megrendezhettük. Hát ilyenkor nagyon fáradtan, de azt gondolom, hogy ilyenkor mindig erőt ad az, hogy ennyi gyermek nálunk sportol, és hogy át tudjuk adni azt a vasas család szeretetét, ami igazán fontos nekünk. Azt gondolom, hogy jól érezték a gyerekek magukat, nagyon színvonalas produkciókat láthattak a nézők, sokan oda is jöttek, hogy köszönik, hogy részesei lehetnek, úgyhogy remélem, hogy még nagyon-nagyon sokáig sikerül így átadnunk a vasas hírnevét. Összehoznak olyan gyakorlatokat és olyan eredményeket, amire nagyon büszkék lehetünk, és egyébként pont ennek a talajnak köszönhetően nem sokára olyan eredményeket is elmondhatok szerintem, ami egyértelműen a vasas aerobik szakosztályának és a torna szakosztályának a felívelését mutatja. Közel 200 gyermek jár ide nap mint nap. 3 éves kortól lehet hozzánk járni óvodás tornára. 5 éves kortól a teljesen korhatár nélküli felnőttekig bárki megtalálja magának azt a mozgásformát, amit szeretne a vasas égisze alatt egy olyan nemzedék kinőni magát 5 év után, akikre felnéznek ezek a picik, és azért járnak ide nap mint nap, meg olyanok szeretnének lenni, mint Ésik Blanka, aki azt gondolom, hogy utánpótlásban már igen magas szintet képvisel. Gondorosi Nóra, Siling Dorka, Csordás Lóra és Katona Emese, ez ugye harmadikok lettek az országos bajnokságban. Következő egy évben, mondjuk a következő aerobik bálig, mik a kívánságaid, mit szeretnél, hogy megvalósuljon a vasas aerobik és immár torna szakosztályával kapcsolatban? Azt nem is tudom. Sok mindent. De ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a gyerekek ugyanilyen szívvel, lélekkel járjanak ide hozzánk, mert tényleg azt gondolom, hogy mi azt is megtanítjuk nekik, hogy egy családban vannak és jól érezzék magukat. Főleg a mai rohanó világban tudom, hogy ez ilyen nagyon elcsépelt szöveg, de igenis fontosak ezek az értékek és azok az értékek, amit a vasas aerobik szakosztály és a vasas képvisel mindenképp.
Hát szeretnénk rendezni egy nemzetközi versenyt, 13. kerületben is meg fogunk most már jelenni, mint szakosztály, ott is ugyanúgy fel szeretnénk építeni, mint itt a budai részt, úgyhogy van feladatunk.